Tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterelnök úr! A 2018-as választás az nem a kvótáról és a kerítésről fog szólni. A kerítést senki nem fogja lebontani, a kvótát pedig nem fogják bevezetni általános érvényűen az Európai Unióban. Ezt egyébként ön is tudja, és én is tudom. Viszont az ön jelentése után én egy valamit le tudok szögezni. Egyre inkább látszik az, hogy Magyarországot nem a Fidesz fogja megvédeni, hanem nekünk kell ezt az országot megvédeni a Fidesztől. Ugyanis van egy olyan építmény ebben az országban, amit 30 éven keresztül építettek önök és az önök szocialista elődei. És ez az építmény, ez most már nagyon rászorul a lebontásra. Ez az elmúlt 30 év politikájának az építménye, amelyet azért kell lebontani, mert már semmi jót nem hoz, sem Magyarországra, sem a magyar emberekre. Önök és az elődeik ezt az országot szétlopták, szétcsalták, széthazudták, a magyar embereket magukra hagyták és átverték. Önök több esélyt ettől az országtól már nem érdemelnek. Az elmúlt 30 év politikai építménye az lebontásra ítélkezett. De a helyzet az, hogy ebben a bontásban senki sem tud részt venni, és nem is fog tudni részt venni, aki ott állt akkor, amikor ezeket a falakat húzták. Most persze önök magukat nyugtatják. Azt mondják maguknak, hogy elég stabilak ezek a falak. Sőt, van, aki azt is gondolja, hogy ezek lebonthatatlanok. De belül nagyon is tartanak attól, hogy kártyavárként tud ez összedőlni bármelyik pillanatban. Épp ezért pörgették fel Magyarországon a korrupciót ipari méretekre. Ezért van önnek szüksége hatalmas propaganda médiára, szervilis médiára, és ezért építette föl ön, miniszterelnök úr, az egész hűbérúri rendszert ebben az országban. Tudja, mi itt a lehet más a politikában, és én magam is 10 éve azon dolgozunk, hogy ezt az egész korrupt politikai intézményt lebontsuk. És azért kell lebontani, mert hogyha összeomlik, maga alá fogja temetni az egész országot. Azokat az ártatlan magyar embereket fogja maga alá temetni, akik nem arra hivatottak, hogy korrupt politikusok bűnétől szenvedjenek. Tudja, miniszterelnök úr, a 2018-as választások egy valamiről fognak szólni. Arról fognak szólni, hogy a magyar emberek és Magyarország le tudja rázni magáról az elmúlt 30 év politikáját, vagy sem. Engedjük-e tovább, hogy a politikáról szóljon a magyar embereknek az élete, vagy végre egyszer az életben a politika fog a magyar emberekről szólni, ahogy a dolgok rendje lenne? Úgy is fogalmazhatnék, tisztelt miniszterelnök úr, hogy hagyjuk-e tovább, hogy fáradt, fásult, korrupt, kopott és elavult politikusok fújják itt tovább a passzát szelet Magyarországon. Én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek betelt a bakancsa önökkel, tisztelt miniszterelnök úr. Sokan ezért külföldre távoznak, máshol itthon szenvednek tovább. De a lényeg az, hogy 2018-ban egy kérdést kell feltenni magunknak, és minden magyar embernek ezt a kérdést kell feltennie. Hogy akarjuk-e, hogy Magyarország végre felvegye a 21. századnak a fordulatszámát, vagy sem. Ugyanis miközben öni termelési jelentést ad nekünk, és a vízióiról beszél meg, atomerőműveket építget, addig a világban egy forradalom zajlik. De nem az a forradalom, amit ön vizionál, hanem az okos forradalom zajlik, amelyben okos hálózatok, okos városok jönnek létre, amelyben zöld fordulat megy végbe, amelyben a mesterséges intelligenciát, a K+F-et tetőpontra fejlesztik. És ezek az országok messze húznak Magyarország elől, mi pedig itt maradunk lerittyedve, még a saját legszűkebb környezetünkben is. Én azt mondom, miniszterelnök úr, és a lehetvása politika erre vállalkozik, hogy Magyarországot föl kell készíteni arra a tudományos technikai forradalomra, ami a világban már zajlik. Mert a kérdés az az, és 2018 erről fog szólni, hogy nyertesei leszünk ennek a forradalomnak, vagy vesztesei. Egy biztos, Magyarországnak változásra van szüksége, új szemléletre van szüksége, Magyarországnak dinamizmusra van szüksége. A változás, az új szemlélet és a dinamizmus az, ami kell, és ahogy önt elnéztem, már ne haragudjon, miniszterelnök úr, én azt gondolom, hogy ez végképp az igazság. Ez így nem mehet tovább. Ön mindenkivel csak harcol, meg háborúzik. Én együttműködni akarok. Együttműködni akarok azokkal az emberekkel, akik 8 órát becsülettel lehúznak a munkahelyükön, de nem tudnak megélni a fizetésükből. Azokkal az emberekkel, akik kiváló oktatást akarnak és működő egészségügyet, de öntől, önöktől nem kapták meg azt. És azokkal az emberekkel, akik egy erős és egységes Európában hisznek, amelynek Magyarország is a része, és amelynek a biztonságát a NATO képes garantálni. Miniszterelnök úr, ön tiszteletet követ el, de senki másnak nem ad. Miniszterelnök úr, azzal hitegetik magukat, hogy jól állnak a közvéleménykutatásokkal, de az úgy változik, mint az időjárás. Én úgy látom, hogy önök a múlt, és mi vagyunk a jövő. Önök kudarcot vallottak, most mi következünk.